Na igen, a megérkezésünk a szállásra, ha itt alszunk, csak már kicsit késő van, de próbálunk halkan jönni, és halkan lenni. Itt vannak más kempingezősök is, itt van egy sátor is. És megérkeztünk. A reggeli nem folyt köv. Jó reggelt mindenkinek! Hát megint egy nehéz éjszakánk volt, mert zsibbadt a bal lábam, a jobb csípőm, mindig csak forgolódtam. És most itt vagyunk egy ilyen kis erdős területben, ahol észrevettük, hogy ugye este láttuk a lakókocsikat, meg lakóautókat, meg itt van egy elektromos autó is, hajoltam elektromos autó, egy sátorral. Sorry. Hello. Az elektromos autó? Bemondtad ezt? Igen. Igen. És akkor még este jött, ő a sátorba lakik. És már ott felkeltek, ott már esznek. És pontosan ott van egy vízesés. Egy kisebb vízesés. Majd oda fogunk lemenni. Most még készülődünk, hogy kávét csináljon Zoli, meg fogat most. Én meg felöltözök, aztán indulunk, és elvileg ma megnézzük a Loch Ness-i tavat is. Úgyhogy annácskával látunk ide este. A reggeli kávékészítés, ugye nem a legkényelmesebb pózban. De ez a legfontosabb. Ott a kis vízforralónk, mert a konnektorja, az, hát a Zoli lehúzott slicce mellett jobbra van. És lényeg az, hogy én kis... Ott a konnektor, tehát azért van most ezen. Jó, most nem megyek odáig be, és... Na, kicsit megszólaltam. Szóval azért van a litrán, mert odáig ér csak el a kábelle. Elérne odáig is, csak félünk, hogy leverjük. És most készül a kis kávénk. Forró víz, tej, meg ugye ilyen por kávét szoktunk inni otthon is. Nescafé. Tehát nem ilyen főzött kávét. Attól szerintem már ki is esne a szívem. Oda beágyasztunk már nagyon kis rendesen, ügyesen, és mindjárt iszok a kávét, fölöltözök, kitalálom, hogy mit vegyek föl, de ma elvileg kirándulós időnk lesz. Mert Loch Ness. Egy meglepetés helyre megyünk, képzeljétek, de most már nem lesz meglepetés, mert elmondta. Hát már másodjára, úgyhogy... Akkor Ness, mint Ness szóljatok senkinek. Igen. Elvileg nagyjából felöltöztünk, és ezek a kis zoknik azért vannak rajta a kávé és bögréken, hogy ne csapódjanak össze ott menet közben, meg melegen tartja a kávét, és amúgy a kocsi, amit néztünk, az nem elektromos, hanem hibrid. Este úgy jött be, hogy ne zavarjon másokat. Olyan, mint ami Prius. Igen. Amúgy ilyen autók vannak itt. Ez azt mondja Zoli, hogy a konyha részen lévő magasságban segít éjszaka, hogy elférjenek. Meg van, amelyiknél ágynak is lehet használni. Tehát van egy ilyen picike kis luk a tetőn, hogy ezt kinyitják, és akkor föl kell mászni a lukon keresztül a tető, és tulajdonképpen a tetőre van rátéve a matrac, és ott alszik az ember. Tehát kétféle funkciója is van ennek. Úgyhogy ennyi. Ott van egy jó öreg Mercedes. Hát itt az öregen van a hangsúly. Konkrétan nem tudom, hogy kapott műszaki vizsgát, csak nem esik ki a ember alul. Annyi rohadás meg luk van rajta. De jó hosszú. Még az én Mercintől is öregebb. Nekem ugye az autómentőm az egy ilyen Mercedes Sprinter. Elkezdő iszok egy kis kávét. De látszik kémém az oldalán meg minden, úgyhogy ez nagyon be van szervezkedve. Az is lehet egyébként, hogy elképzelem, hogy itt lakik állandóra. Ja, és egy valami, hogy tegnap lefürödtünk. Jaj, hát. És két dolog, hogy nem élőzünk, mert itt nincs internet. Még SMS se kapja meg Zoli, próbáltam neki SMS küldeni, Messenger, semmit nem kap meg. Szóval a fürdést, azt el akarom mondani, vagy meg később? Hát, elmondhatom. Lényeg az, hogy jöttünk ugye szálláskeresőbe voltunk. Jöttünk idefele, tehát mentünk fölfele Inverness irányába. És kerestünk valami olyan kempinget,
ugye tudni kell, hogy a különbség a kemping és a parkolóhely között, hogy a parkolóhelyen itt lehet parkolni, és akkor itt el van az ember magának, igyekszik ugye nem szemetet hagyni maga után, rendet hagyni, de itt nincs semmilyen szolgáltatás általában. A kemping meg ugye arról szól, hogy bemegy az ember, fizet egy bizonyos díjat, és akkor ott van mondjuk egy jó felszerelt kempingben zuhany, WC, le lehet engedni ugye a lakóautóval a szürke vizet, föl lehet tölteni tiszta vízzel, tehát itt egy pénz szervizállomás is egyben. És lényeg, hogy mi nem akartunk kempingért fizetni, mert nincs szükségünk rá, mert a kocsiba kényelmesen el lehet aludni. Most rájöttünk már, hogy mi volt a bibi, leszereltem tanap ugye azt a polcot, meg nálam hátul a fogast, így most már el lehetett sokkal jobban férni. Nem mondom, hogy királyi helyünk van, de azért lényegesen jobban el vagyunk. És lényeg, hogy kerestünk egy ilyen kempinget, ahol be tudunk menni, és megkérdezni, hogy nem akarunk éjszaka ott maradni, mert ugye mennénk tovább az utunkra, de csak szeretnénk fürdeni. És megérkeztünk egy kempinghez, kinéztünk ugye ezt a Park for Night nevezetű alkalmazást használjuk. Kinéztük ezt a kempinget, hogy bemegyünk, megkérdezzük. Ez volt olyan este, mikor lehetett, olyan 9, 8:30 fel lehetett, tehát már erősen szürkület volt. És megérkezünk a kempinghez, besétálunk a recepcióhoz, és a recepció be volt zárva, mert hogy az van kiírva, hogy akinek bérelt helye van ott, az legkésőbb egy óráig foglalja azt helyre. Tehát ez ugye elég korai. A recepció viszont este 7-kor bezárt. A kapu le volt engedve, és csak annyi volt kiírva, hogyha nagyon emergency, sürgős dolog van, akkor hívják azt a számot. És ki volt írva, igen, a recepció ajtajára egy telefonszám. És láttuk, hogy a bejárattól egy olyan 30-40 méterre van egy ilyen épület, és ott jönnek-mennek az emberek, és ki van világítva, egy-két ajtó nyitva van. És akkor gondoltuk, hogy az a vizes blokk valószínűleg, és csak egy sorompót ugye lehajtva, nem volt kapu, nincs semmi. És mondtam ellenek, hogy nézzük már meg ezt a helyet. Bevattyogunk, és ott jöttek-mentek az emberek, sétálgatnak a kempingbe. Jött velünk szembe valaki, akkor bolondottuk, hogy hello, szia, vissza. Ugye emberek ott nem ismerik egymást, ez egy, nem egy összeszokott közösség, mint mondjuk az ember, ahol lakik. Tehát bárki lehet. És lényeg az, hogy besétáltunk, ott senki nem szólt tulajdonképpen a köszönésen kívül hozzánk. Voltak, ami csak köszönése köszönt. És lényeg az, hogy benézzünk, ki van az zuhanyzó. Mondom Berának, hogy menjünk, nézzünk körül. Bement a nőibe, ment a férfibe, egy elég nagy méretű ilyen vizes blokk volt. Volt körülbelül egyik oldalon mondjuk 4 zuhanyzó, vagy 5 zuhanyzó, a másik oldalon meg 4 vagy 5 WC, plusz nálunk piszóár elől, meg egy nagy ilyen 4 vagy 5 darab csap, ahogy a kezet lehet mosni. Tehát elég nagy vizes blokk volt. Körülnéztem, minden oké, és víz működik, egy nyomógombos víz volt, tehát meg kellett nyomni, és akkor jött a víz mondjuk 20 másodpercig, tehát nyomkodni kellett a vizet. És lényeg az, hogy kijövünk, mert mondja, hogy hát neki szimpatikus a zuhanyzó. Hát mondom, figyelj, nincs itt senki. Mondom, én szó nélkül kifizetném azt a, nem tudom, 5 vagy 10 fontot arra, hogy csak lezuhanyozzunk, nem akarunk ott parkolni, de nincs itt senki, mondom, hozunk egy törőköz, zuhanyozzunk le. Azt mondja, jó, rendben. Kimentünk a kocsihoz, gyűrtünk a pulóverünk alá, a hónunk alá egy törőközöt. Papucsba mentünk be, annyi. Igen, papucsba volt, átvettük a papucsunkat, és egyszer visszasétáltunk a zuhanyba, besétáltunk, ugye kutya nem szólt hozzá, 6-8-10 ember ott sétálgatott össze-vissza, senki nem tudta, hogy kicsoda. És lényeg az, hogy bementünk és letusoltunk. A végén szólt hozzánk valaki, amikor már visszaültünk a kocsiba, egy ott lakó ment oda Zolihoz, hogy végülis az, hogy segíthet-e. Igen, mert ugye szerintem úgy álltunk meg, hogy egy ilyen sövénykerítés van, a sövénykerítésnél álltunk meg ott a parkoló. És gondolom az ember azt hallotta, hogy az ajtó állna becsapódik, kinyitódik. Mert ugye mi bementünk először, utána visszajöttünk, átöltöztünk. Akkor visszamentünk zuhanyozni, akkor én előbb végeztem, mint a Vera. Akkor utána visszajöttem a kocsihoz, akkor ugye én átvettem a cipőmet, meg az oknyomat, majd visszamentem Veráért. Tehát az ajtó nyitogatva volt. Olyan, mintha hangosodna, bocsánat, a vízesés. Hát lehet, hogy esik való fönt éjszakon, és most érhetett szépen a víz. Aha. És lényeg, hogy sikerült usolnunk, hál' Istennek. Tényleg, Isten lássa lelkemünk, fizetni akartam volna érte, senki nem volt ott. Most kárteve, senki nem okoztunk, mert ott az a kempingben van bent 300 ember, most kettővel több fürdött le aznap este. Szerintem senki nem fog ez a nagyon fájni, pláne itt Angliában.
És lényeg, hogy amikor már utoljára visszaértünk, akkor odajött a sövénykerítés, ilyen majdnem melligérő sövénykerítés másik feléről a faszi. Láttam, hogy a sátorból jön ki, tehát ilyen nagy lakókocsi megelő sátor volt. Odajött a sövényhez és kérdezi, hogy bent lakók vagyunk. És először nem is értettem, hogy miért kérdezi, és mondom neki, hogy nem, csak mondom, akartunk volna beszélni a recepcióssal, mondom a mai szállással vagy fürdéssel kapcsolatban, de mondom, nincs itt senki, úgyhogy inkább megyünk. Jó, rendben, oké, és elment. És akkor vaciláltunk, hogy vajon miért kérdezte ezt tőlünk a csávó, hogy idézőjelben lebuktunk, vagy miért. Aztán szerintem csak egyszerűen azért, hogy ugye mivel bezárják a 7 órakor a sorompót, és nem lehet bemenni. És lehet, hogy tudott volna segíteni abban valami módon, nem tudom, lehet, hogy a haverja vagy ismerőse mondjuk a recepciósnak, és csak szerintem segíteni akart, hogy ugye mivel bezártak 7 órakor a sorompót, mi mondjuk, hogyha bent lakók vagyunk, elmentünk napközben túrázni, és későn érünk vissza, akkor nem tudunk visszamenni a szálláshelyünkre, vagy a sátorhelyünkre, mert be van zárva a sorompó. És lehet, hogy ebbe akar segíteni, hogy ő lehet, hogy ki tudja nyittatni a sorompót, vagy valami ilyesmi. De aztán mondtuk neki, hogy nem, megyünk tovább az utunkra, és akkor elköszönt, azt elment vissza a kis lakókocsijába. Lényeg, hogy kinéztünk egy parkolóját éjszakára, elértünk odáig, és ott láttam, mondom Verának, hogy én még tudnék kicsit vezetni, menjünk tovább. És akkor kihagytuk azt a parkolóhelyet, és jöttünk tovább, de a következő, ezon most vagyunk, idáig jutottunk el tulajdonképpen az utunkkal. Este ide bejöttünk nagyon halkan, leparkoltunk, és lefeküdtünk aludni. Na, készítettem a kajánkat. Zoli ilyen eper lekvárt eszik croissant-nal, kávét iszik mellé. Fincsi. Uh-huh. Én meg csinálok szendvicseket az útra. Ilyen szalám és vajas sajtos szendvicser. Úgyhogy annyi.